emlékülés és egy kiállítás indította a Nagykállói Városi Sport Egyesület centenáriumi rendezvénysorozatát, majd mind a hét korábbi szakosztály képviselői találkoztak egy hétvégi napon. A súlyemelők, az asztali teniszezők, a röplabdázók, a kajakkenusok, a sakkozók és a labdarúgók után az elmúlt szombaton a kosárlabdázók zárták a sort. A korányi gimnáziumban felavattak egy emléktáblát, amely Sitko Ernő pályafutása előtt tiszteleg. A későbbi 149-szeres válogatott kosarast Papp László fedezte fel a sporták számára. Életemben mindig a sport főszerepet játszott. Természetesen minden gyerek abban így minden futballista akart lenni. Aztán utána általános iskolába, felső tagozatba kézilabdáztam, aztán itt pedig nem volt más választás a kosárlabda, a Schreiber tanár úr irányításával, és akkor itt ismertem meg. Aztán főiskolás koromban pedig Máté János volt ott az edzőm, és akkor a főiskolán kosaraztam, és akkor 84-ben végeztem, akkor ide kerültem a Korányiba, és akkor átvettem a stafétás Schreiber tanár úrtól, és akkor elkezdtem itt oktatni a gyerekeket a kosárlabdára, a fiúkat, lányokat. Nagyon sok csapatom volt, nagyon büszke vagyok rájuk, és Ernő pedig 1986-ban került ide a Konányi gimnáziumba, és akkor kiszúrtam, mint hogy nagy tehetség. Tisza András előbb játékosként, majd később edzőként, aztán sportvezetőként szolgálta évtizedeken keresztül a nagykállói kosárlabdát. A Korányiba kezdtem el kosárlabdázni 1973-ban. 76-77-ben kerültem a Városi Sportegyesülethez, akkor még MB3-ban játszott az Egyesület. 3 vagy 4 meccset még én is játszottam az MB3-as csapattal. Aztán utána már elkerültem én is egyetemre, főiskolára, Nagykállóból, de visszajöttem, akkor újra elkezdtem itt kosárlabdázni, játszottam megyei első osztályú csapatba, feljöttünk MB2-be, hosszú ideig MB2-be játszottunk, majd 1998-ban én alapítottam egy egyesületet, a Nagykállói Kosárlabdázók Egyesületét, azzal a céllal, hogy kicsit aktívabbá tesszük a kosárlabda életet, mint amit a Városi Sport Egyesület akkor tudott nyújtani. És odáig fajult ez a dolog, hogy MB1-B osztályig jutott fel a csapat, 7 éven keresztül játszottunk az MB1-es osztályba. Kovács Tibor Nagykállóban ismerkedett meg a sportággal, majd később edzőként irányította az NB1-B-ben szereplő együttest, amely elmondása szerint a jó csapatszellemnek köszönhette sikereit. Az a Nagykállóhoz való kötődés, ami bennünket itt tartott, illetve visszahozott, alapvetően ez volt az alapja annak, hogy sikereket értünk el, illetve talán nagybetűs szóként is mondhatom a csapatmunka, mert nem voltak kimagasló játékosaink, de az az egymásért való felelősségvállalása, az, hogy mindenki örömmel jött edzésre, mérkőzésre, az meghozta a gyümölcsét. Voltak nagyon ügyes játékosaink, és én azt gondolom, ez az összetartozás és ez a kötődés, ez volt az alapja a sikereknek. Az emlékek felidézése mellett természetesen a labda is előkerült. A nagykállói sportcsarnokban pályára léptek az utánpótlás képviselői, és a volt kosarasok is megmutatták, hogy mi maradt meg korábbi tudásukból.